A fogvatartottak várhatóan a felújítás után is ugyanígy a dupla rácsok mögül tekintenek le a börtön udvarára. Az ablak azonban teljesen új lesz. A korszerűsítés nem a fogvatartottak kényelmét szolgálja, sokkal inkább a börtön költséghatékony működését célozza meg. Az új nyílászárókkal és a kazánokkal ugyanis évente majdnem 4 millió forintot spórolhat meg az intézmény. Az éves költségvetésünknek hát a 30-40%-át az energiaköltség teszi ki, és bizony nem mindegy, hogy mennyi költséget fordítunk ilyen kiadásokra. És ha megvalósul ez a beruházás, akkor jelenlegi árszinten olyan 3,6 millió forint költségmegtakarítást fog ez eredményezni. A több héten át tartó felújítási munkálatok idején is működni fog a büntetés végrehajtási intézet, ez pedig biztonsági szempontból kockázatos. Sumics Miklós százados szerint nagy feladatot ró a felügyelőkre a törvényben rögzített elkülönítési szabályok betartása, és kiemelt figyelmet kell fordítani például arra is, hogy a munkások ne kerülhessenek kapcsolatba a fogvatartottakkal. A felújítás olyan helységet is érint, ahol fogvatartottak napi szinten élnek, tehát zárkablakokról is van szó, ezért meg kell tudni oldanunk azt a feladatot, hogy a fogvatartottak átcsoportosításával ez a munka is menjen, és a biztonsági szempontoknak is megfeleljünk. A büntetés végrehajtási intézetben a fogvatartottakat foglalkoztató mosoda is üzemel, a berendezéseket korszerűsíteni fogják, így a következő időszakban a börtön az ebből származó bevételeit is növelheti. A felújítás összesen mintegy 65 millió forintba kerül, és az új Széchenyi terv keretén belül valósul meg. Ez a székesfehérvári börtön egyik 4 személyes zárkájának ablaka, egyebek mellett ez is ki lesz cserélve a következő hónapokban. Ez a zárka pedig most azért üres, mert a szerszámoknak itt lesz majd a helye. A székesfehérvári börtönből Novák Rita tudósította a Fehérvár Televízió híradóját.